Kárpát-medencei disznótor, baglyok telelnek a belvárosban, tömeges halpusztulás a Kakaton, folytatódik a Konyhakert program. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2020. január 27-én 18 óra 5 perckor. A lovagi udvarban Szatmári János séf szombaton 9. alkalommal rendezte meg a Kárpát-medencei hagyományos disznóvágást, ahol a helyi Konok-Kunok csapata mellett sárosfa főzői készítették hagyományos disznótoros ételeiket. A sárosfai vendégcsapattól azt kérték a szervezők, hogy a náluk tálalt disznótoros ételt főzzék meg, hogy a kunsági ízek mellett a Kárpát-medencei ízt is megkóstolhassák. Sárosváról jöttek, jött egy csapat, és ők egy ilyen hagyományos étel készítettek, hogy egy szűzpecsenyét egy különleges fűszerekkel töltött hússal, darált hússal töltik meg, vagy töltötték meg, és utána ez be van csomagolva egy cseplezbe, és utána pedig ezt szépen be van téve a kemencébe, és lassú hőfokon megsütjük. A karcagi csapat pedig a hagyományos kunsági ízesítéssel dolgozta fel a disznót, és ezzel a találkozó elérte a célját, hiszen egymás hagyományait is megismerhették. A toros ételek mellé a kemencében hagyományos kunsági kenyeret is sütöttek. A kenyérsütés, a házi kenyér, azelőtt a hagyomány az úgy volt, hogy minden héten egyszer sütött a család egy nagy kenyeret, és akkor azt fogyasztották. Hát most már a gép technológia, meg a péküzemek most már egész másképp működnek, azért mutatjuk be minden évben a hagyományt, mert ott már egy komoly gépsorok készítik ezeket a ételeket, ezeket a süteményeket, amiket mindenféleképpen fagyasztott állapotból újból melegítenek, újból sütnek, úgyhogy az egészen más, az egy fejlett kor, ez pedig a régi, a hagyományos kemencébe, felfűtött kemencében sütöttük meg az udvaron ezeket a kenyereket, amit majd be fogunk mutatni, és tényleg végigkóstoltatjuk azt a meleg kenyeret, eszméletlen finom illata, zamata van, ilyenkor a legjobb, finom ropogós héjával. Ezt a disznótoros hagyományt szeretnék tovább vinni és átadni a fiataloknak, mondta el Szatmári János mesterséf. Kis hagyományos disznóvágást szeretnénk az utókornak, vagy a jövő nemzedéknek, mint a kunsági hagyományt továbbadni, és szeretnénk, hogyha ezt az utókor folytatná is. Úgyhogy azért csináljuk, hogy bemutatjuk a házi kenyérsütéstől az összes sertés feldolgozásáig, és akkor a ételek, amiket készülnek, azokat pedig megsütjük, és közösen elfogyasszuk, és értékeljük, hogy sikerült, mert egy évvel ezelőtt készítettük. A karcagi Konok-Kunok csapat hagyományos disznótoros ételeket, toros káposztát, hurkát, májas pogácsát, kolbászt készítettek. Tudtuk meg vezetőjüktől, Juhász Jánostól. Ez egy átlagnál kicsit nagyobb disznó volt, a malacka egy 205-6 kilós jószág volt, és ezt dolgoztuk fel. Hát amit látszik is hátul, hogy hurka, kolbász, májas hurka, és különböző füstölni való sonkák, hangolszalonna, császárszalonna, minden készült. Tulajdonképpen most a lányok lepték meg a vendégeket, mert nem Ferdinánd készült, hanem töltött palacsinta, vaníliakrémes, illetve túrókrémes palacsintát töltöttek meg, és ez utána tepsibe, sütőbe lesz megsütve, cukros tejfölös tejszínnel még leöntve, és így lesz karamellizált a teteje is. Most a lányok tettek ki magukért. F. Kovács Sándor, városunk és térségünk országgyűlési képviselője, kolbásztöltés közben beszélte meg a Konok-Kunok csapat tagjaival, hogy családjukban hogyan és milyen fűszerekkel készülnek a disznótoros ételek. Nagyon jó csapat készíti, tehát úgy, ahogy Karcagon kell, hogy a karcagi ízek, és hát tavaly előtt is jól ízesítették a hurkát és kolbászt is, és hát incsiklandó ilyenkor, amikor össze van gyúrva a kolbászhús,
lehet kóstolgatni, finom a főtt máj, a hurkatöltelék, olyan, ami ennek itt Karcagon kell lenni egy disznótorosnak, és a hangulat is ugyanolyan. Az ember, ha belegondol gyerekkori élményeibe, akkor egy disznótor nem volt olyan, hogy nyáron, tavasszal vagy ősszel. A disznóvágás mindig télen, mindig hidegben, és ahogy telik az idő, az ember mindig úgy emlékszik rá, hogy nagy hidegek voltak, hó volt, hajnalban volt kelés, sötétbe, és amikor majd olyan 7 óra, fél 8 körül virradt, addig már fel volt vágva a disznó, igazából a perzselés még sötétben volt, így emlékszik az ember vissza azokra a régi disznótorokra. A képviselő elismeréssel szólt Szatmári János kezdeményezéséről is, amely hozzájárul ahhoz, hogy a fiatalok is megismerjék a disznótoros ételeket, ilyen például a sült vér, orjaleves, toros káposzta, fehér hurka, májas hurka készítését. A lovagi udvarban már ez a 9. alkalom volt. Ezáltal tovább él ez az évszázados hagyomány, amely összeköti a családokat és a baráti társaságokat is. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület ismét országos erdei fülesbagoly telelőhely felmérést hirdett a lakosság számára. Karcag belvárosában is tömegesen telelnek a baglyok. A baglyok a városi MOL benzinkút mellett telelnek. Az emeletes ház mögötti fa ágain több tucat bagoly pihen. A szakember szerint ez ilyenkor természetes. A madarakat megzavarni azonban nem szabad. Sőt, érdemes elővigyázatosnak is lenni, autóval lehetőleg ne parkoljunk olyan fa alá, ahol a baglyok találhatók, mert a bagolyköpet kár tehet a járműven. A telelő baglyok lakossági felmérése kettős célt szolgál. Egyrészt az adatközlők szélesebb köre sokkal pontosabb országos információkkal szolgálhat. A jelenség területi eloszlásáról és nagyságrendjéről, mintha a felmérés csak hivatásos szakemberek végeznék. Másrészt tájékoztatja is az embereket erről a különleges állati viselkedésről, arra buzdítva a gyerekeket és felnőtteket, hogy több időt töltsenek a szabadban, természetvédelmileg is hasznos önkéntes munkát végezve, hazai, gazdag madárvilágnak védelme érdekében. Az erdei fülesbaglyok különleges viselkedése, hogy a téli időszakban csapatosan keresik fel a települések, különösen az agrárterületek falvainak és városainak belterületeit. Egy-egy ilyen lehetőleg többnyire néhány vagy néhány tucat egyet található, de Magyarországon, a baglyok fővárosában, Túrkevén, illetve a szomszédos Kisújszálláson a telelő erdei fülesbaglyok száma egyes években az 1000 példányt is meghaladhatja. Az erdei fülesbaglyok mellett a telelő csapatokhoz alkalmilag néhány réti fülesbagoly, továbbá egy-egy kuvik és macskabagoly is csatlakozhat. Az erdei fülesbaglyok téli gyülekező helyein felmérési programját a NINFEA Természetvédelmi Egyesület kezdte 2009-ben, amit 2018-tól az MME ragadozó madár védelmi szakosztály szervez. A részletek letölthetők a képernyőn olvasható weblapról. Komolyabb mérvű szennyeződés hullám tapasztalható az elsősorban Jász-Nagykun-Szolnok megyei Kisújszállás kisebb részén, Békés megyében található Kakat csatornán. Tájékoztatta a Karcag TV-t a Körösvidéki Horgász Egyesület Szövetsége. A folyamat következtében a KHS munkatársai jelentős mértékű halpusztulást tapasztaltak. Itt jelenleg 3-4-5 darab fél kiló és kiló közötti tő és tükörpontot látunk a jégbe befagyva, illetve kisebb apró halakat, takarmányhalakat. Az eseményről elsőnek számolt be először a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége, amikor egyebek mellett arról is tájékoztatást adtak, hogy a rendőrség felé megtették a bejelentést. Mint megtudtuk, ugyancsak az illetékes hatóság és kezelői szervek képviselői helyszíni szemlét tartottak a Kakat csatornánál, amely során a szakemberek megállapították, hogy a csatorna alsó szakaszán a vízben oldott oxigénszint több helyen nem éri el a halak élettani minimumát. Egyértelműen megállapítható volt az, hogy a vízben oldott oxigén szintjek helyenként kritikusan alacsony, illetve nem is, hogy elégséges, hanem elégtelen a halak számára. Ezt mi is a szövetség saját készülékével megmértük, és ez végig a csatorna hosszában beigazolódott. A felsőbb szakaszokon ekkor már valamelyes normalizálódni látszott a helyzet. Bár pontos információt egyelőre nem tettek közzé, a szennyeződés valószínűleg kommunális eredetűnek számít, amitől a víz sötét színűvé és kellemetlen szagúvá vált. Lassan már egy hete észleltük a káros környezetszennyezést, amikor halászati üreinek, illetve a szövetségnek bejelentés érkezett a Kakat csatorna menti horgászoktól,
hogy a csatornában fekete színű, egész sötét színű, rosszagú, szennyvízszagú vizet észlelnek, illetve halpusztulást is észleltek, ami csak részlegesen volt látható, mivel a csatornának egy része akkor is és jelenleg is jég alatt volt, úgyhogy a jég alá fagyott halakat lehetett látni, ott, ahol műtárgyak mentén ki volt olvadva a víz, ott pedig pipáló, agonizáló halak voltak, ami még most is jelen pillanatban látszik. Mi úgy gondoljuk, hogy ilyen drasztikus, bomló szerves anyagot csak nagy valószínűséggel szennyvíztelepi kiengedett kommunális szennyvíz tud, ami mechanikailag tisztított okozni. Ezt én már úgy gondolom, hogy a sok éves tapasztalatból, vízkezelő tapasztalatból talán nagy százalékban meg tudunk mondani. A víz átmosására és a víz hozzátáplálására, illetve a hideg időjárás miatt a jegessé vált csatornán oxigénpótlásra nincs lehetőség. Éppen emiatt a halpusztulás mértékéről a KHS nem kívánt találgatásokba bocsátkozni, de az biztosnak tűnt, hogy számos példány pusztulhatott el a szennyeződés következtében. A szövetség folyamatos tájékoztatást ígért az eseményekről, amit az esti órákban meg is tesznek. Ilyenkor hidegvizes halpusztulásnál általában az elpusztult haltetemek 20-30%-a szokott feljönni a víz tetejére a korábbi évek tapasztalatai alapján. A másik része a haltetemeknek az lesüllyed a vízfenekére, és jó esetben még esetleg egy-két héten belül följöhet, a másik eset az, hogy ezt nem fogjuk soha meglátni. Nehezíti a történetet még az, hogy ugye a csatorna jég alatt van, néhány centis jég lehet maximum, talán most már annyi sem, tehát nem is nagyon látjuk azokat a halakat, amik esetleg följöttek, csak a nagyobb testűeket. A Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége akkor arról számolt be, hogy a havária helyzet semmit sem javultan egy nap alatt. A KHS munkatársai azt tapasztalták, hogy a csatorna alsó szakaszain továbbra is elégtelen az oxigénszint. A felsőbb szakaszokon viszont elégséges mennyiséget mértek. Aggodalomra adott okot, hogy a halpusztulás mindenféle halfajra kiterjed. A kár jelentősnek számít. A haltetemek eltávolítását a jegesedés miatt nem tudták megkezdeni. 2020 évben is keresik Magyarország legszebb konyhakertjeit, balkonjait. A program célja, hogy a kertek versenyével a kertművelés hagyományait megőrizzék, a kertművelő embereket, az ő kitartó munkájukat megbecsüljék, és hogy az ő példájuk nyomán egyre többen műveljenek konyhakertet, hogy az évtizedek során összegyűjtött tudás, tapasztalat tovább öröklődhessen a generációk között. Stúdiónkban itt van Sári Kovács Szilvia ötletgazda. A részletekről kérdezzük hírstúdiónkban az alpolgármester asszony. Mai vendégünk Sári Kovács Szilvia, a legszebb konyhakertek, Magyarország legszebb konyhakertjei ötletgazdája, programigazgatója, Karcagváros alpolgármestere. Köszöntöm, köszönjük, hogy elfogadta meghívásunkat. Én is nagyon sok szeretettel köszöntök minden karcagi televíziónézőt, és ezúton szeretnék mindenkinek nagyon boldog, eredményes, sikerekben gazdag és egészségben eltöltött új esztendőt kívánni. A 2020-as évre mindig, meg nyilván minden évre készülni kell most is egyértelműen. Milyen ötlet van? Van-e már konkrétum, hogy milyen kert, milyen lesznek nevezések? Mi az a téma, amelyben a kerteket majd nevezni lehet? A kategóriák nem változtak, hiszen úgy gondolom, hogy a balkon, a mini, a normál, a zártkert zöldséges, a zártkert gyümölcsös, zártkert vegyes, és a közösségi kategória minden kertművelési szokást lefed, tehát mindenki megtalálja magának szükséges és magának kellő kategóriát. Ebben az évben is lesz legszebb óvodai, Magyarország legszebb óvodai kertje, legszebb iskolai kertje és legszebb önkormányzati kertje, hiszen ez nagyon nagy sikert aratott. Minden évben van kiemelt témánk, hiszen a december 5-i budapesti évértékelő konferencián erre külön kitértem, hogy a külön témák milyen eredményt hoznak a kertművelési szokások terén. És azt lehet megállapítani, és a számok ezt bizonyítják, hogy az év kiemelt témája mindenki számára úgymond egy szentírás. És még ha nehéz is, de a kertművelők, az én drága kerteseim, tökéletesen teljesítik. Ugye beszéltünk arról, hogy ebben a 2019-es évben ez annyira nem volt sikeres, de az igyekezet megvolt.
viszont az elmúlt éveknek a témái mind-mind olyan eredményeket hoztak, amik évről évre nem felejtődnek el. Tehát most már ott tartunk, hogy a 2014-es madárbarát kert külön téma, egy ilyen 80-90%-os kertbarát, vagy egy madárbarát kertet eredményez. Tehát tulajdonképpen alig van már olyan kert, ahol ne lenne szinte mind a három madáretető, madáritató és madárodó is. És ugyanez mondható erre a gyógy- és fűszernövényekre, a több generációs kertekre, ugyanez mondható el a rovarbarát kertre, még mindig fantasztikus rovarszálókat és mindenféle saját készítésű csodákat látunk, hogy a lepkéket és különböző rovarokat oda vonzák, függőlegyeket és daracsakat, méhecskéket, mindenféle hasznos rovarbogar oda vonzanak a kertművelők, és a talaj kímélő eszközök használatában is szépet fejlődtünk, illetve sokat fejlődtünk, hiszen egyre kevesebben használnak már műtrágyát, egyre többen komposztálnak, és a komposztnak is különböző változatait készítik el, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ezekhez hűnek kell maradni. És ahogyan felsoroltam, lehetett látni, hogy már szinte minden területet érintettünk, és ezért én úgy gondoltam, hogy egy csokorba foglalom az eddigi külön kiemelt témákat, és ezért a 2020-as évet december 5-én a program meghirdető rendezvényen az Agrárminisztérium kupolatermében, amikor meghirdettem a 2020-as évet, akkor a biodiverzitás évét hirdettem meg, illetve a kiemelt témánk a biodiverzitás éve. Azaz szeretném, hogyha minél színesebb, minél gazdagabb és minél fajta gazdagabb és minél sokfélébb lenne egy kert. Tehát minél többféle növény legyen benne, zöldség, gyümölcs, gyógynövény, fűszernövény, de akár gyom is, vadvirág és virág is, hiszen ezek olyan értékes rovarokat, és jön a rovarbarát kert, vonzanak be a kertbe, amik a természetes védekezést segítik. És ne csak rovarok, bogarak, hanem bármilyen állat legyen a kertünkben. Legyenek emlősök, legyenek gyíkok, legyenek sülök, és mindenki, békák nagyon fontosak, giliszták nagyon fontosak. Mindenki, aki a talajnak a minőségét javítja, a kártevők elleni védekezésben segít bennünket, és akkor legyenek sok-sok gyümölcsök is. Ne csak egyféle gyümölcsöt termesszünk, ne csak almások legyenek, hanem vegyesen, hiszen így alkot majd egy egészet egy kert, és így alakulhat ki az az egészséges flóra, ami tényleg segíti azt, hogy a kertünket minél egészségesebben biomódszerekkel tudjuk művelni. Meddig lehet szavazni, és milyen módon a 2020-as versenyre? A nevezéseket folyamatosan várjuk. Én úgy gondolom, hogy a második kertszemle végén zárjuk le az évet, hiszen ha valaki később jelentkezik a kertjével, és később gondolja meg magát, azt is szeretettel várjuk. De az elkövetkezendő hetekben megjelenik majd, ahogyan eddig is szoktuk jelentetni a karcagi hírmondóban a pályázati felhívás jelentkezési lappal, de én azt szoktam mondani, hogy aki eddig jelentkezett, az nálam mindig jelentkező, az én szívemben mindig ott van, és várjuk a jelentkezését. Minden karcagi kertművelő, aki eddig jelentkezett, postán megkapja, illetve küldönceáddal megkapja a jelentkezési lapot, a felhívást, és én úgy gondolom, hogy élnek is ezzel a lehetőséggel, viszont várom azoknak a jelentkezését, akik még eddig nem mutatták meg a kertjeiket. Nagyon sok olyan szép kert van Karcagon, akire én szeretnék büszke lenni, és én kérek mindenkit, hogy nevezzen a kertjével. Egyszer úgy szeretnék a 100-as szám fölé emelkedni a nevezéseket tekintve, ne csak Butorföldje legyen már, vagy Nagykanizsa legyen már, aki a 100-as jelentkezési létszámot meghaladja, hanem úgy szeretném, hogy egyszer Karcag is egy ilyen rekordot döntene meg. De tulajdonképpen nem az a lényeg, hogy milyen sokan jelentkeznek, hanem az a lényeg, hogy életben tartjuk ezt a programot. Karcag mindig példát mutat ebben. Megtanulták Karcag nevét az országban. Példák vagyunk mindenki előtt. És én úgy gondolom, hogy a karcagi kertművelők erre méltán lehetnek nagyon büszkék,
hiszen ezek a szép eredmények neki köszönhetőek. És a továbbiakban is nagyon sok sikert kívánok a programhoz. Köszönöm szépen, és hát hajrá Karcag, várom mindenkinek a nevezését, és köszönöm az eddigi munkáját mindenkinek. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon. Viszontlátásra!